Sziasztok, kalandorok! Itt vagyunk akkor a Vault 51-ben, én nyomom az intrót, mert egy pillanat itt csönd volt, és magamhoz ragadtam a spotlightot, szóval visszatértünk, ide gyertek le ti is, csekkoljátok be, vannak úgy koktélok, akciók, át van rendezve az egész hely, van benne retro konzol, meg még több retro konzol, meg átalakult az egész, és gyönyörű szép dekor van, és nagyon-nagyon sok meglepetésre várnak benneteket. Tök új, sőt, tök jó ízét, parti játék van, társas játékban, bővült, változott a kínálat. Abszolút. Lassan tényleg elhiszem, hogy engem kosztolja. Jaj, jövünk a dolgokat, így van, szóval, hogyha még nem ismernétek azokat, akikkel itt ülünk az asztalnál, itt van velünk Attila, aki a Vault-nak a pultosa, és mellette az általános ilyen őrangyala, aki mindent is megment, ami itt ebből a helyből van, és nagyon sokat köszönhetünk neki, mert támogat minket, úgyhogy köszönjük, hogy eljött. Itt van velünk Dante, aki egészen Veszprémből érkezett ide, Kogurának gyermekkori jó barátja, és nagyon kedves barátunk nekünk is, az egyetlen egy ember, ki egyszerre tud cuki és viking lenni, szerintem. Ezen felül itt van velünk Kogura, aki most kivételesen nem a másik fejemet játszani, mint a Káosz játékban. Őt már ismerhetitek táborból, rendezvényből, most már videóból is többször. Igen. Úgyhogy úgy, és ő pedig a legaranyosabb, gótikus, szőkehajú ember. Igen, nem van, itt van velünk Murray, ő fog most nekünk mesélni D&D 3.0-át. És én meg végre játszom, aminek nagyon-nagyon örülök és izgatott vagyok miatta, és pörgök, mint állat, úgyhogy kezdjünk is bele. A karaktereket már láttátok, nekiállunk a játéknak, és reméljük, hogy túl fogjuk élni. Hajrá! Hát tényleg pöröksz. Nagyon pöröksz, viszont ez így benne... Egy kortyot nem ittam! Ez így benne, hogy túléltek mindent, ebben nem ígérhetek semmit, mert hát ugye D&D-ben történhetnek dolgok. Szóval, az alapvető történetünk az az, hogy Cormyr országában járunk, konkrétan a fővárosban, Suzailban, ahol Evendur Highnose király, igen, magasor Evendur, kiadott egy, hát egy közleményt, egy vérdíjat, miszerint egy bizonyos bestelen Varandul hatalmas hadsereget toborzott össze, megtámadta Cormyrt, és Suzailtól nagyjából egy napnyi nyáróföldre leverték a seregeit, viszont ő elmenekült, és tudni lehet, hogy ő megint sereget fog gyűjteni, és a koronára, illetve a trónra fog törni. Ezért Evendur király egy olyan vérdíjat tűzött a fejére, ami nagyon szokatlan a környéken, miszerint, ha egy kalandozó csapat elhozza bestelen Varandul fejét, akkor a csapat minden egyes tagja kívánhat valamit a királytól, aki, hogyha lehetőségeiben áll, akkor ezt teljesíteni fogja, ha nem áll lehetőségében, akkor kiegyeznek egy másik kívánságban. És aki meghallgatta Patreonon a tanulójátékunkat, ő végighallhatta, hogy hogyan áll össze a csapat. Röviden összegezném a lényeget. Van nekünk itt egy hajnaltűz Londril nevezetű elfünk, aki elkezdett toborozni embereket, talált egy orkot, aki nagy és erős volt, illetve az ő felhívására őt megkeresték ketten, egy félszerzet, illetve egy ember szerzetes. És talán egy embert és két valaki más. Igen, és így állt össze az a kis csapat, akikkel útnak fognak indulni. Annyit lehet tudni róluk, hogy Hajnaltűz Londril azt állítja, hogy tudja, hogy hol bujkál bestelen Varandul, és az ő segítségével el fogják érni, ezért nagy előnyük van a többi kalandozó csapathoz képest, és hogy ők négyen elvileg elég erősek lesznek ahhoz, hogy megállítsák, és hát elvegyék a fejét. Elcsavarják a fejét. Ő ellopja. Kb. Igen. Zsebre teszik a fejét. Lássuk, hogy ez hogy fog sikerülni. Ugye az egész csapat a fogadó a szárnyas kutyához nevezetű helyen találkozott. Mindenki evett, ivott, bevásárolt tartós élelmiszerből, és készen vagytok az útnak. Neked annyi információd van, hogy a várostól nagyjából északkeleti irányban egy másfél-két napnyi járó földre lehet az a nyom, ami alapján te azt mondod, hogy tudod, hogy hol van Varandul. Úgyhogy ebbe az irányba fogjátok gondolom venni az irányt, az, hogy a többiekkel mit és hogyan kommunikálsz le, az már rajtad el. Akkor most ezt még egyszer? Tehát neked van információd arról, hogy nagyjából észak-keletre, észak-kelet, jó. Egy másfél-két napnyi járó földre látták legutóbb a nyomait. Uh-huh. Jó. Oksa. Jó. És ott tartunk történetben, hogy kiléptek a fogadóból, mindenki elszánt, mindenki kész van az útra. Viszont konkrétumokat ő még nem mondott nektek. Igen. Annyit kérek tőlük, hogy drága új barátaim, egy kis türelmeteket kérem, hogy felszerelkezzek.
Ennél jobban. Természetesen. Természetesen. Már is jövök vissza, nagyjából tényleg csak pár perc, itt szállok meg a közelben, felveszem a fegyvereimet és már is indulhatunk, addig nyugodtan készülődjenek elő, amivel csak szeretnének. Ha szükségeltetik, akkor nyissanak egy szemlet itt. Igen. Merre fogjuk? Bocsánat. Merre felé fogunk elindulni? Szeretném ezt megosztani önökkel akkor, amikor kiértünk a városkapun. Tehát a városkapun... Ez már egy információval több, mint amit egy percet. Nem biztos, hogy mindenki kint a városkapun, de az a terv. Sajnál... És akik kimennek, azok meg tudják itt mondani, hogy hova mennek. Szerintem is rájuk, abszolút. Nem is várakoztatom meg önöket, és így el is sietek a szállásomba, és felveszem a hosszú kardomat, meg az MNK-t. Mi se tudjuk, mi ez az MNK? Te hogy nem. Én tudom. Te big fucking gun! Marha nagy kard! Akkor én nem tudom, hogy mi az. Most már tudom. Én vagyok a noob. Ilyen is ritkán van. Hát... Te most komolyan tudod, hogy MNK-t? Tényleg? Téged van. Szóval... Fú, igen. Te. Igen. Szóval annyi? Szóval, amikor az... Az MNK-t is csak azért vágom, mert ugye akkor történt, amikor éppen... De ne vágj el sem, én vágtam el magamat, jó? Tehát szóval ne... Én vágtam be a fejemet az ajtókejfába. Igen. Szóval... Bemegyek a szállásra, elsietek a szállásomra, felveszem a hosszú kardomat, és felrögzítem vál középre a merkúriumos nagy kardot. Uh-huh. És sietek vissza. Zörögve. Igen, mert hogy ezt ti nem hallottátok, a tanulójátékban került elő. Azért mondta egy Attila is, hogy ennél jobban öltözködik föl, mert ő úgy jött be a fogadóba, a kocsmába, hogy tetőtől talpig vaspáncélba, még kesztyűvel is minden estül. Mm-hmm. Karakterrajzot látták szerintem. És igaz, pont abban a ruhában ült be, igen. Na, így van. Jó, egy dolog lenne még, amíg ő elmegy. Látok ilyen körözési posztert, ami ott van? Van a környéken. Van, nagyon jó. És olyat is látok, ami rajta van az ő írása is? Természetesen, a környékén csak olyat látsz. Nagyon szuper, jó. Akkor én egyet azt így letépnék. Aha. Jó, és összevetném az írást, ami fönt van, meg ami lent van. Mármint? Hát, hogy ilyen a körözési plakáton, ami szöveg van. Igen. Az írásképét szeretném összevetni azzal, amit ő írt. Jó, oké, rendben. Erre dobjál egy... Nice. Á, igen, itt a szakértelmek per skilleknek a bővessége, vagy ilyen. Írásfejtés. Igen, az lesz. Írásfejtés. Akkor nagyon megírásfejtem, jó? Akkor... 13. Jó. 13-mal megírásfejtem. Oké. Nem tűnik hasonlónak. Tehát valószínűleg nem ő írta a kirakott plakátokat. Okay. Illetve láttál korábban posztereket, még nem most, hanem még... órákkal korábban a város másik részein, ahol az ő cetéje nem volt hozzátűzve. Nem volt ráírva. Rendben van. Felvegyem már. Jó. Viszont. Oké. Okay. Hát ő nagyjából egy órát... Bocsánat, fél órát tök el azzal, hogy összeszedje a cuccait. Ez alatt a fél óra alatt van-e valami tervetek, vagy mint a jól nevelt avodások, hogy ilyen mindről tudjuk, hogy nem létezik, az itt megvárjátok őt egy kupacban egy helyen. Én kivívom... Tóbre varázsló boszorkányozni a orkot. Oké, rendben. Tóbre varázsló boszorkány. Az mi? Ez a kőpapírolló helyére. Te is tudsz mondani nekünk újat. Nem, amúgy nem az, ez most impro volt. Jó. Noise. Én azt hittem, hogy egy kártyajátékot akarsz behozni. Ne, nem. És van akkor. Egy helyi kvend. Jó, hát akkor nem tudom, hogy belemész-e ilyenekbe. Abszolút nem. Jó, hát akkor... Én mondtam, hogy szívesen belebár. Ki akarjátok játszani, vagy? Kijátszol. Jó, játszatok, oké, gyerünk. Én enyhén halkan odajavaslom, hogy
Fogadjatok pénzre. Másban nem is lehet ez is. De még hogy nem te elfoglalkoznám. Az többet ér, mint sem egy árkótya betyém. Ne kell barátod. Huszonnégy. Mi? Vállalkogatásra. Ja. Azt mondja, dobják, hát dobtam. Mi van, hogy hallgatok? Abszolút. Most hát. Jó, oké, rendben van. Hogy játszunk? Úgy játszunk, hogy van az ogre. Ogre! Van a barát. Ez a barát. Ez sem te vagy. Nem. És van a bosszorka. Igen. A bosszorka. Megöli a barát. A barát elbűvöli. És az ogre összezúzza a bosszorka. Az ógre az? Mit nem itt összezúzza? Az. Csak a boszorkányt. Jó, igen. Most tételezzük fel, hogy most csak a boszorkányt zúzza össze. Jó. Jó. Oké, rendben van. Van itt neked egy darab aranya. Tied, ha nyersz. Ha nem, akkor te adsz nekem egyet. Jó. Rászoktak előtt. Jó. Jó, visszaszorítok, tudod mit? Most már... Hát mit dobunk? Hát augusztunk, én előpróbáltam. Oké, te dobjál egy előpróbált, igen. Ön ne dobjon? Hát ő elsősorban ő. Elsősorban ő dob. Te pedig egy... Constitution dob? Hát nem. Álló képesség lesz rá. Hát igazából nem. Dobjál te is egy erőcsekket. Igen, dobjál te is egy erőcsekket. Jó, oké. Remek! Szóval van. Egy, kettő, három. Varázsló. A mutatott háromra. Jó bejáték volt. Igen, jó volt. Figyelj, milyen jó volt, háromra. Jó? Na figyelj, egy. Kettő, három, óvarásnó! Add a pénzt! Nem lehet végignézni a próbajátékot. Nem! Jó. Napi egyet játszunk. Ezt napi egyet játszunk. Jó? Ez az, hogy többet szeretném, akkor fizess elő. Ötezüst, ötezüst! Nagyon elégedett arca áll. És így a zsebéből előhúz egy kis magot, és így odaadja a madárkát. Szóval, ti nem játszolsz? Nem szükség. Napi egyet játsz. Szóval, mert ez tartja fenn az egészséges egyensúlyt a között, hogy elkótya betyélni az ember a pénzét, avagy nem. Szóval, hol jár ez a bolondos elf, mert kezd már hiányozni az arroganciája? Hát nem sokkal később, nagyjából egy 5-6 perccel később. Nagyjából egy 5-6 perccel később már halljátok a csörömpölést. És jön. Szerintem megjön. Mi az, amikor még a maradék csüke szárnyon? Vagy lehet, hogy már szállított tételt a zsákomban, nem tudom. Tehát lényeg az, hogy valamit folyamatosan. Valamit. Oké, rendben. Szóval megérkezik az elf. Látszik, hogy ott vannak most már a fegyverei. Van egy nagyon furcsán kinéző nagy kard az oldalán. A hátán. Bocsánat, a hátán. Meg egy szép, míves, hosszú kard az oldalon. Pontosan. Meg egy pajzs. Jó. Egy nagy pajzs. Fel van fegyverkezve, de visszajött. Rendben. Nos, uraim, készen állnak? Biztos nem hagyott otthon semmit. A karakterem elgondolkozik. Checklist. Check. Majd elégedetten válaszol, hogy nem hiszem. Indulhatok. Hoppá, szóval! Gondoltam téged is megkérdezni. Jó, kész megszülettem. Melyik kapuhoz indulom? Az északi kapuhoz. Északi. Tájol. Uram?
Kim, ugye? A kocsmában vagyunk én. Nem, már két csapat. Ja, bocsánat, akkor ezt nem mondom. Én tájolok azért, hogy neked ne kelljen. Látom, nem megy. Elindulok éjszak fele. Egy kicsit kínszenvedős lesz. Jó, rendben. A csapat elindul éjszaknak. Gyalog jártok, vagy gyalog haladtok, vagy esetleg van mindenkinek valamilyen lova, vagy hátos állata, vagy béreltek az istállóban. Mert hogy arra is van lehetőség. Én előveszem a lovamat. A zsebemből? Nem a zsebemből, de ugye lovagnak a spéci hátas. Tehát én előhúzom a istállóból a lovacskámat, és így fel is pattanok rá. És a ló az teljesen bírja ezt a plusz 120 kilót, ami így a vértel együtt. Igen. Jó? Többiek? Gyalog? Én elsőtállok. Simán. Jó. A félszerzőt? Nem tudok lovagolni. Lohol utánatok? Akkor jössz itt lohol utánatok. Ennyi. Én megkérdezem a pajtamestert, hogy van-e kutyája? Igen, van. Van. Ilyen, hát nem harci kutya, de meg van idomítva arra, hogy lovagolnak rajta. Tehát, hogy félszerzőti kutyán van. Hagyjuk! Nem kell kutya! Jó. Nem félek a kutyáktól. Nem. Pónink is van. Lovaktól sem félek. Nem. Kecske. Jó. Kecske az nincs sajnos. Nem, mert a kecske megy a hegyen. Tehát, hogy... Igen. Az nem az istállóban van már. Igen. Jó. Hát elindultok. Te kénytelen vagy a többiek tempóját tartani, hogyha azt szeretnéd, hogy együtt haladjon a csapat. De hát akkor lépegetsz a lóval. A környéken... Én nagyon lassan sétálom. Jó. Kielvezem a tájat. Szóval nagyjából egy hónapja lehetett az, hogy Varándul megtámadta a királyságot, és hogy Suzail környékéig eljutott. Nagyjából azóta, hogy szétverték a seregeit, a környéken megjelentek olyan kis elcsatangolt zsoldosok, akik most banditának álltak, a seregeiből maradék goblinok, vagy hasonló nagyobb lények. Ugye azóta így járkálnak a környéken, a lila sárkány lovagrend az folyamatosan próbálja őket kitakarítani, de jelenleg nem lehet azt mondani, hogy nagyon biztonságosak lennének az utak. Ennek ellenére az első napotok, az gyakorlatilag eseményfelemről telik. Tábort vertek, viszont éjszaka egyértelműen őrködik mindenki, hiszen nem biztonságosak jelenleg az utak. Éjszaka nem történik semmi említésre méltó dolog veletek. Én imádkozok. Én meditálok. Oké? Okay. Én meg már kérdezem, hogy hol van beszélni. Beszélni. Igen. Előre hallottuk. Tehát elmesélem nekik, hogy észak-keletre nem nagyjából másfél nap járó útra, tehát gyalog útra látták utoljára, nem is olyan rég, pár napja. És ha jól emlékszem... Többet magával volt, ezért is nem célszerű egyedül megtámadni őt. És valószínűsítem, hogy ott lesz a rejtek helye is. Egy apróság is kérdés, lehet, hogy a kutaskodolítani. Ki az informátor a kérdésre? Vannak kapcsolataid igazából kalandorok, akik nem gondolták magukat elég erősnek. Voltak olyan kalandorok, akik nem igazán bírtak el vele. Továbbá járnak azon az észak-keleti útvonalon karavánok is, amelyek beszámoltak egy ilyen emberről, akinek hasonló fizimiskája van. Semmennyire több. Arcem. Jó. Természetesen muszáj volt lefizetnem a kalandorokat, hogy erről egy szót se szóljanak másnak. Van pénzet, mi a kurálna egyháznak? Mennyibe is forrogam.
A második napon, a nap első felében szintén elég nyugis a helyzet. Viszont fogok kérni mindenkitől egy hallgatás, egy hallgatózás csekket. Nekem ez 21. Nagyon jó. 10. 10? Jó, kevés. Hát az nem sok igyezen jó. Hát vagyok foglalva mennyi. 23. Oké, mert a félszületen kívül akkor mindenki meghallja, hogy tőletek jobbra az erdőben, a bokorban valami recsen, valaki jár arra. És mivel nem láttok alapvetően ott mozgást, valószínűleg a susnyákban újkál. Ez a valaki vagy valami. Milyen napszak van? Nagyjából így a délután 2-3 óra magasságában lehetünk. Uh-huh. Ez már az a terület, ahol már lehet, hogy a nyomaira lehet bukkanni. Milyen a terület? Erdőben vagytok, és az erdő közepén van egy kivágott, kitaposott, kigöngyölt, vagy döngölt út, ami egy komolyabb kereskedelmi út, tehát elég széles ahhoz, hogy két szekér elférjenek más mellett. Uh-huh. Az erdő itt az úthoz közel nem túl sűrű, nagyjából innen egy olyan 100-120 méterre kezd el igazán besűrűsödni. Uh-huh. Itt direkt ritkásan tartják, hogy ne lehessen olyan könnyen rajta ütni embereken, meg szekereken. Jó, hát én elővonom a fegyveremet, a hosszú kardot, és rád nézek, hogy... Mi van? Nézd már meg, hogy mi az! Micsoda? Na, én csak odafüttyelteni, hogy jövök olyan. Jó. Hát, ha megugrik, hogy állat. Aha. Igazából, ahogy füttyeltesz, arra annyi történik, hogy elhalkulnak ez a mocorgás, meg a mindenféle hang. Viszont arra, hogy elkezdesz kiabálni, hogy jaj, mi van, mi? Abban a pillanatban annyit hallatok, hogy és valakit nagyon elszaladnak a bokorban, bokorból, tőletek elfelé irányba, és azok a hangok, amiket kiadtak magukból, az nem állat, hanem bizony néhányan már hallottatok ilyesmit. Goblin. Ja, hogy a goblinok? De elfelé tudnak tőled. Én azonnal utálok, kire mondok. Én is lepattanok és roham. Jó. Tehát én futok, és te próbálsz velem lépés, tehát ló nélkül full armorban. Az nagyon jó lesz. Igen. Hát nagyjából igen. Jó, hát te munkahely szerzetes vagy, elég gyors vagy. Egy ügyesség csekket fogok tőled kérni, egy ügyesség tesztet. Mert az erdő azért mégiscsak ugye mindenféle bokorral, avarral, gyökerekkel van tele. Csak annyi, hogy ne botolj el a lábadban, mert erre így külön nincsen vadon ismeret, az nem az a ment. Ah, nem. Inkább. Ügyesség. Ennyi ügyesség próba. Vadon ismeretet dobhoz, de igazából az inkább. Nem, az lecsikál is inkább. 14. Jó, oké, nem botolsz el semmiben sem, hanem egyszerűen tudod követni a nyomjukat. Hát a goblinok nem túl gyorsak, úgyhogy utól is érez őket, látod, hogy hárman vannak, és elfelé futnak, és ahogy meglátnak téged, bepánikolnak, és még gyorsabban próbálnak szaladni, de nem nagyon tudnak elmenni. Ja, és akkor ez erdős terep, ugye? Erdős terep, igen. Ja. És itt már kezd határozott a sűrűködni. Utomat. Kézbe fogom. Annyit csinálnék, hogy akkor fák vannak, ugye? Igen, mondom. Jó. Az első fára, ami garban, fölfutnék a kérgére, onnan elrugaszkodva megpróbálok elénjük ugrani. Aha, jó, oké. Akkor ez egy akrobatika. Nincsen akrobatika. Nincsen akrobatika. És nincs akrobatika. Mert nincsen akrobatika. Egyensúly van. Az. Ja, az karrier skill, tehát az legyen egyensúly. 19. Ó, nagyon szép. Hát gyakorlatilag átugrasz a rálépsz a fára, átugrasz a goblinok elé, leérkezel, lendületből gurulsz egyet, de úgy pattansz fel, hogy velük szemben vagy, botot elő, a goblinok azok így megtörpennek, hogy megállni, picikém. Néznek egymásra, látszik egy kicsit összefosták magukat, és így nem igazán tudnak mit csinálni. Nyugodt. Senki nem bánt senki, csak beszél. Én rohamozok.